Szép napot kívánok, köszöntöm kedves nézőinket a készülékek előtt, és megszokott módon üdvözlöm a stúdióban dr. Vertán Balázs ügyvédurat, beszélgető partneremet. Szép estét, jó napot mindenkinek, szervusz Tamás. Ma a birtok fogalmát fogjuk körüljárni, olyan fogalmakról fogunk beszélgetni, mint birtok, birtokos, birtok átruházás, majd a következő adásban ennek szerves folytatásaként a birtok védelemről is fogunk beszélni, és jogesetet is elő fogunk hozni, egészen annak a szélsőséges formájáig, a jogos önvédelemig, illetve az önhatalommal való élésig. De először térjünk vissza az alapfogalmakhoz. A birtok, a birtokos, a birtok átruházás, az adásvételi szerződés, a szerződéses jogok, a tulajdonjog átruházás. Van ennek úgy tudom, hogy elméleti, illetve gyakorlati része is, tehát amikor megtörténik egy birtok átruházás, akkor nem elég szerződést kötni, hanem egy gyakorlati gesztus is ugye gyakorolni kell, hogy valóban megvalósuljon a birtok átruházásának a ténye. Balázs, légy szíves, világosíts föl bennünket, illetve a nézőket is, és engem is, hogy mit kell tudnunk ezekről az alapfogalmakról, mi az, hogy birtok, mi az, hogy birtokos, mi az, hogy birtok átruházás, hogy működik ez a jog szerint, és hogy működik ez a gyakorlatban? Köszönöm szépen. A témaválasztást az tette indokoltá, hogy ezek a fogalmak valóban a gyakorlatban, és itt elsősorban az ügyvédi praxisban legtöbbször ingatlan adásvételi szerződésekről van szó, amit különböző megközelítésből már nagyon sokszor megnéztünk, és hát ez dolgunk is, mert ez a ismeretterjesztő műsor azért olyan kérdésekkel foglalkozik, amik jogi vonatkozásúak és jelentőségük van a kedves nézők számára is. Tehát az ingatlan adásvételi szerződéseknél merülnek föl ezek a fogalmak, és azért választottam ki a birtok fogalmát, mert valójában a birtok átruházás fogalmát szerettem volna megvilágítani és kontextusba helyezni, de nem önállóan így a birtokról, birtokvédelemről, tulajdonátruházásról, hanem valójában a megkötött szerződés és egy adásvételi szerződés lebonyolításába beleágyazva. De a törvénykönyv másképp van fölépítve, és a jogi fogalomkészlet másképp áll rendszerbe, mint ahogy az egy adásvételi szerződés megkötésénél egymásra épülve végigmegy. Úgyhogy óhatatlan, hogy ezekről a kérdésekről először egy picit fogalomtisztázó módon, és utána ennek mondjuk úgy egy lefolyási rendet áttekintve lehet beszélni. Ugye, milyen fogalmak merülnek itt föl? Én tudom jól, hogy ezekről a kérdésekről beszéltünk már, szerintem a jogban kevésbé járatos, kedves, még oly esetlegesen hűséges hallgatónk is, legyen minél több ilyen, aki követi akár a kezdetektől a beszélgetéseinket, talán már nem emlékszik azokra a beszélgetésekre, amik kifejezetten a birtok szóval foglalkoztak, talán egyszer vagy kétszer beszéltünk erről, és aztán nyilván többször felmerült magának a fogalomnak a használata. A birtoklás az ugye egy tényhelyzet, illetőleg az új törvénykönyvhöz fűzött magyarázat szempontjából, mert hogy persze ebben most belenéztem, hogy felkészülten jöjjek a kedves nézőinkhez, egy alanyi jogi pozíció, ami tulajdonképpen egy hatalmi, egy uralmi státuszt biztosít a birtokos személynek. Ugye birtokos az, akinek olyan joga van, és olyan pozícióban van, hogy jogszerűen magánál tarthat egy bizonyos tárgyat, bár emellett birtokosnak tekinthető átmeneti jelleggel az is, aki esetleg jogviszony, vagy erre vonatkozó szabály, illetőleg jogos helyzet nélkül birtokában tart, mondjuk egy tolvaj, egy tárgyat, az is átmenetileg birtokosi pozícióban van, és hozzáteszem még, hogy még védelem is megilleti más személyekkel szemben, de persze azzal szemben, akitől ő jogellenes módon szerezte a birtokát, azzal szemben nem illeti meg. Éppen jó is, hogy felkonferáltad a következő beszélgetésünk témáját előzetesen, mert ott tipikusan egy ilyen helyzetről lesz szó, ahol polgárjogi szempontból fogunk megnézni egy olyan birtok, egy tárgy feletti birtoklásban történő konfliktus helyzetet és annak jogi vonatkozásait, ami felvet egyébként büntetőjogi kérdéseket is,
És ugyanez polgári jogi szempontból is megnézhető. Ott is lesz szó arról, hogy ki a jogos birtokos, és ki a jogellenes birtokos. De most még maradjunk az alapfogalmaknál, hiszen nem szabad belerontani mindjárt a közepébe egy történetnek, hanem nézzünk meg néhány fogalmat. Tehát ez a birtok, és ez a birtokos. Ugye a birtokos az a személy, aki ebben a pozícióban van. Egy pillanat, a fogalom tisztázás érdekében segíts nekem, hogyan különböztetendő meg a birtoklás fogalma a tulajdonlás fogalmától. Mi a fő különbség a birtok és a tulajdon, a birtokos és a tulajdonos között? Ha van ilyen. Van, természetesen van. A megváltozott szabályozás alapján fogalmilag egy picit árnyaltabbá, nehezebbé vált a megkülönböztetés. Van különbség, és lehető rögtön még inkább ezzel kellett volna kezdenem, hogy alapvető megkülönböztetés a tulajdonjog és a birtok pozíció. Tulajdon és a birtok különbségéről beszéltünk, de talán a hozzáfűzött két szó, tulajdon jog és birtok pozíció vagy birtokosi pozíció, egy két kis kiterjesztő szócska már egy sárgás halvány fénnyel rávilágít a különbségre. Még ugyanis a tulajdonjog az egy jogviszony, úgy szoktuk mondani, egy abszolút szerkezeti jogviszony, és ebből az abszolút azt jelenti, hogy mindenkivel szemben egy védett jogi pozíciót jelent, vagyis azt mondom, hogy én vagyok ennek az adott dolognak, ugye élő dolog, mármint hogy ember nem lehet a tárgya tulajdonok, tehát azt mondjuk, hogy ennek a dolognak én vagyok a tulajdonosa. Ennek a háznak, ennek a könyvnek, ennek a pohárnak, ennek a bankszámlának. Illetve állatnak lehet, nem? Vagy állatnak, igen, lehet. Tehát élő és élettelen tárgya lehet a tulajdonjognak. Mondjuk, hogyha valaki ajándékba kap egy hörcsögöt, akkor annak bizony tulajdonosává. Vagy egy marhanyány, vagy gulya, mondjuk. Vagy gazdasági szempontból is értékelhető ez. Igen. Így van. Ménest, gulyát, mint dolog összességet is lehet kapni. Nagyon, nagyon köszönöm, nagyon helyes a közbeszúrás. A hörcsög az sokkal, bár lehet szemléletes nézők egy részének, és kedves, és főleg ugye cuki, de valójában a lényeget tekintve jobb volt az általad hozott színesítő példa. A birtoklás az viszont nem fókuszál, és nem firtatja, és nem boncolja föl, hogy jog által rendezett viszonyban van-e a birtokos, és nem is mondja meg, hogy milyen jogviszony által. Ugye feltételezünk egy jogviszonyt, mert azért nem szoktak csak úgy lógni a levegőben az emberek, még birtokosi pozícióban sem. A birtok mögé nézve mindig ott van valami, amivel legálissá válik az a birtoklási pozíció, de önmagában a birtoklás az pusztán egy ilyen tényhelyzet, egy uralmi helyzet, valamilyen jogviszony alapján, és akkor ezt a kaput bezárjuk, nem firtatjuk most, hogy milyen jogi helyzet alapján, de egy olyan uralmi, védett pozícióban valaki azt mondja, hogy ez nálam van, hagyd békén. Aha, ugye mondjuk, hogyha valaki ez... bent lakik egy házban akár, pedig azért annak van tulajdoni lapja, meg azért úgy tudni szokás, hogy ki miért is van bent egy házban. De hogyha bent van valaki egy házban, és azt mondja, hogy a szomszéd a kukáját szerda reggel nem a saját kapuja elé teszi, hanem kihengeríti a szomszédjának a személybejárója elé, és azut akadályozza a forgalmat, akkor ez a szomszéd, akinek a életét, mozgását, cselekvési körét korlátozza a kuka, zavarja a kuka, odahengerítés ténye, az azt mondja, hogy vidd el innen a kukádat, mert én, mint ennek a háznak a használója, ki akarok járni gyalogosan is és autóval is, ide akarok parkolni, ez itt rossz helyem. Aki fel fog dőlni, a kutyák ki fogják borítani, nekem itt szemét lesz, bűzölög a kukád, vidd el. Ugye ebben az esetben ezt, mint birtokos is megteheti, nem kell tisztázni azt, hogy ő most tulajdonos, ő most szívességi használó, ő most bérlő, vagy a bérlőtől kapott albérlet alapján van benne, vagy a haszonélvező barátja, vagy élettárs, vagy milyen jogcím alapján van ott. Ugye ezerféle lehet az a jog, ami alapján jogszerűen ott tart. Még leasingbe vevőként is lehet ott. Uh-huh. Elbirtoklóként is lehet ott, akinek tulajdonképpen nincs is kifejlett jogviszonya. Persze legvalószínűbb, hogy tulajdonosként van ott. De mindezt nem firtatjuk. Ő, mint birtokos, azt mondhatja, hogy kérlek, kedves szomszédom, vidd vissza a kukádat, ez engem itt zavar. És a szomszéd nem mondhatja azt, hogy és te most milyen alapon dumálsz? Hozzá már okiratot arról, hogy te ki vagy itt ebben a házban. Miért? Mondtam, vidd el. És nem lehet tovább lépni. Uh-huh. Tehát a birtok pozíció az egy védett pozíciót ad, anélkül, hogy tisztáznánk, hogy milyen jogviszony áll mögötte. Aha, és ez magyarázza azt a korábbi különös mondatodat, hogy adott esetben még a jogtalan eltulajdonlót is védi ez a birtokosi pozíció bizonyos viszony
viszonylatokban, vagy viszonyrendszerben. Nyilván nem így van. Azzal szemben nem védi, akitől eltulajdonolta, de másoktól igen. Tehát igen, akkor most már így világos a dolog. De a hangsúly nyilván nem a tolvaj védelmén van, ugye világos, itt most teoretikusan és fogalmi jelleggel különböztetjük meg a fogalmakat, és azzal lehet jól megmutatni, hogy a birtok más, mint a jogi pozíció, hogy még a jogellenes pozícióban lévő személy is birtokosnak minősül, és mint ilyen zárójelesen élvezhet egy bizonyos védelmet is. Ez egy jogelméleti helyzet, ez gyakorlatban általában nem áll meg, vagy nem működik, nem erről van szó. Ugye, csak az megvilágítandó, hogy a birtok az egy hatalmi pozíció, amely egy gyakorlati cselekvési szabadságot jelent egy bizonyos dolog, tárgy, vagy... Uralmi pozíció, plusz cselekvési szabadság is. Erről megint csak később fogunk beszélni, hogy ez mit is jelent ez a cselekvés, és meddig hathat ki, és milyen körben érvényes. És ezzel szemben a tulajdonlás pedig egy jogi... Az meg kizárólag egy jogi, az más kérdés, hogy a tulajdonos így pőrén önmagában a birtokláshoz való jogot is, mint több jogosítvány között is, a legelsőt és alapjogosítványt ez megilleti. Tehát a tulajdonos az egyben többnyire birtokos is. Nyilván. Hát, de a tulajdonos, igen. Átruházhatja a birtokát. De így, nagyon jó a rávezetés. Tulajdonos marad, de birtokos is marad. Tehát akkor itt most jön az, hogy egy tárgynak több birtokosa is lehet, mert nem csak az a birtokos, akinek effektíve a birtokában van a dolog, hanem az is, akinek jogviszonya alapján a birtoklás hozzátartozik a jogköréhez. Tehát például mondjuk ennek a pohárnak a tulajdonosa a televízió, ugye ez most, nem tudom, hogy ez most egy korlátolt felelősségi társaság, vagy egy alapítvány, vagy nem tudom, az a jogi személy, ami működteti ezt a fix tévét, ugye, őneki vannak dolgok, amik a polgári jogi szempontból tulajdonjogába tartoznak. Ez az asztal, ez a berendezés, és én most jogszerű használója, és ezzel birtokosa vagyok ennek a pohárnak, mert ebből most pillanatnyilag én fogyasztom, és hogyha te hozzá akarsz ezt piszkálni, akkor ezt meg fogom akadályozni, ha ennek látom értelmét, hogyha nagyon szomjas, akkor adok neked, de az már a saját akaratomból szállodik. És te csak úgy ide nyúlsz az én poharamhoz, azt fog mondani, hogy stop. Bocsánat, hát én azért először még kortyintani szeretnék ebből. Tehát én is birtokosa vagyok. És hogyha én most azt mondom, hogy hát ezt most én jogszerűen használom, neked kiürült a poharad, parancsolj, így áll az enyémből, akkor abban a pillanatban megfogod a poharat, már három birtokosan a pohárnak. Te jogszerűen használod az én engedélyemmel, én kaptam a srácoktól, a tévétől és a tévéjé. És ezért három birtok pozíció is van. Tehát a birtoklás az nem jelent feltétlenül és kizárólag aktuális hatalmi pozíciót, mondjuk, hogy meg van ragadva, vagy bent van a zsebemben, vagy az én kulcsommal le van zárva, hanem egyszerűen ez mégiscsak egy jogi megközelítés, hiszen mi jogászok vagyunk, jogi nyelven írjuk le a világot, ez arról szól, hogy hatalmi pozícióban vagyok. De a fix tévé is. Uh-huh. És hogyha te használod ezt éppen, mert szükséged van rá, és én odaadom, akkor te is. És valaki más bejön, és tőled akar elvenni, akkor azt mondod, hogy nem adom, mert ez a Balázs által használt pohár. És főleg nem adom, mert ez a fix tévé pohara. Uh-huh. Talán butuskának tűnik ugye ennek a pohárnak az esete, de ugye ez absztrakt gondolkodás, ez is egy jellemzője a jognak, tehát ezzel a lényeg itt nem a pohár sorsa, meg hogy hány új lenyomat van rajta, meg hogy össze fogunk-e verekedni mi a poháron, hanem az a lényege, hogy be tudjuk azt mutatni, hogy például egy ingatlannak is lehet a tulajdonjog címén, haszonélvezeti jog címén, bérleti jogviszony címén, leasing vagy bármelyik jogosult tovább albérletbe adja, tehát ezek többször özöthető, ezek mind jogszerű birtokosi pozíciókat kreálnak. De mögötte mindig van valamilyen jogviszony. Vagy ha nincs, ugye, akkor felmerül esetleg jogellenes a birtok. Ha pedig nincs jogviszony mögötte, de nincs tulajdonos sem, akkor jön az, amiről korábban már ugyancsak beszéltünk, hogy elbirtoklás. Vagyis a puszta birtokpozíció és sok-sok-sok idő eltelte együtt tulajdonjoggá erősödik. Uh-huh. Mert akkor azt mondja a jog, hogy te olyan hosszú ideje tulajdonosként viselkedsz ezzel a dologgal kapcsolatban, a külvilág már így ismer téged, ez egy gondozatlan kert gondozása, elhagyott pajta, felújítása, belakása, vagy egy tárgynak a magunkhoz vétele, és ez eltelt hosszú-hosszú idő,
hogy azt mondom, hogy tulajdonosnak tekintelek. De most nem az elbirtoklásról akarunk beszélni, tehát az is itt van, itt lóg a levegőben, amikor nincs jogviszony, csak pusztán a birtoklás és sok-sok eltelt idő, és a tulajdonos nem jelentkezik, és aztán egy idő után azt mondja, jó, most már ő a tulajdonos. Ez valami olyasmi, mint amikor a Mészkőhegységből a patak napról napra, percről percre mossa ki a kőzetanyagot, és egyszer csak egy csodálatos cseppkő keletkezik lent a barlangban ebből, hogy ha pillanatnyi módon próbáljuk megragadni, az egy folyékony valami, nem egy szilárd, de az idő elteltével a sok-sok fölhalmozott anyag, sok-sok folyadék, ami áthalad, egyszer csak megszilárdul, egyszer csak megképződik, és egy csodálatos önálló képződmény lesz belőle, valahogy ehhez lehetne hasonlítani, nem a, igen, az első. És a kőképződmény lesz az a bizonyos tulajdonjog, ami így létre. Ez nagyon szép volt annak a szemléltetésre, hogy a lassú, időben elhelyezett folyamat lassú, apró lépésekből összetevődik, és a végére egy kész eredmény keletkezik, ez a természetben, és a természetet leutánzó jogban és emberi logikában ugyanúgy megjelenik. És ezzel nem találtuk fel a spanyol viaszt, hanem valóban azt a logikát és azt az észszerűséget, és azt a méltányos ügyintézési módot és megközelítést, amit a természet is ismer fizikai folyamataiban, azt mi is a társadalmi folyamatokba átültettük. Én szerintem nagyon jó gyakorlati példákat használtunk ahhoz, hogy megvilágítsuk ezeket az alapfogalmakat. Beszéljünk egy kicsit a birtok átruházásról. Helyes. A birtok átruházás, ugye azt mondtuk, hogy adásvételi szerződés. Nyilván messze nem tudunk a teljesség igényével egy beszélgetésben szisztematikusan előre haladni, mert akkor időben és unalmi mutatóban mindenhol elvesztenénk a meccset. Ugye korlátozott a rendelkezésünkre álló idő, úgyhogy akkor beszéljünk arról, hogyha tulajdonváltozásról van szó, és ezt már nagyon sok kontextusból elemeztük, valaki mást tulajdonossá kíván tenni. A felek akarata találkozik. Elbeszéltünk erről, hogy ez maga a szerződés. És arról is beszéltünk, hogy ez egy kötelmi jog, jogosult, ez egy jogviszonyt keletkeztet az egybeeső akarat, ugye, kimondott szó, vagy leírt szöveg, mind a két fél akarata ugyanarra terjed ki, és hogy ez egy jogilag megragadható kötelembe fogja őket, ennek két pólusa van, vagy több pólusa van, és bennük mindegyik pólushoz jogok és kötelezettségek kapcsolódnak. Ez összefonja ezt a kettő vagy több személyt, és ebből lesz a szerződés. Igen ám, ezt így szoktuk nézni, és amikor azt mondjuk, hogy kössünk egy adásviteli szerződést, és én vagyok az eladó, és te vagy a vevő, akkor tudjuk, hogy az én kötelezettségem az, hogy a dolog feletti tulajdonjogot rád átruházzam a szerződésnél fogva, te ugyanakkor ezt követelheted is, plusz a dolgot is átadjam neked, és hozzájáruljak, hogy az ingatlan nyilvántartásban is beegyezzék a tulajdonjogot. Ha ingatlanról beszélünk, akkor ezek az én kötelezettségeim. A te kötelezettséged pedig, hogy az ellenszolgáltatást odaad, illetőleg kifizest, a dolgot pedig átvedd, és a tulajdonosi pozíciót betöltsed, és ezzel lezárjuk az ügyletet. Ez a szerződés. Igen ám, de ebben van egy nagyon fontos mozzanat. Míg a szerződés csak egymás között jogosít és kötelez minket, ugyanakkor ahhoz, hogy a tulajdonjog ténylegesen megváltozzon, van egy fontos mozzanat az, amikor ez a bizonyos uralmi pozíció átkerül a szerződés alapján, de egy külön ügyletként, ez egy külön bennrejlő megállapodás és annak a végrehajtása, egy fizikai mozzanat, egy reál cselekmény. Maga az átadás. Az átadás. És ahogy ez megbúvik a szerződésben, de szükséges része, az más kérdés, hogy ez hogyan történik meg kulcsátadással, vagy szóbeli megállapodással, többféleképpen megtörténhet ez, mert tételezzük fel azt, hogy én vagyok az eladó, te vagy a vevő, de te bent laksz az én lakásomban, és azt mondod, hogy összegyűlt a pénzem, megkívánom venni, és kifizeted, akkor te bent laktál eddig is, és bent laksz ezután is. És én pedig a birtokot, mert hogy megkötöttük az adásvédelmi szerződést, úgy ruházom át rád, hogy akkor átruházom át rád a tulajdonjogot, odaadom a kulcsokat, amik egyébként már így is nálad vannak, mert ezentúl tulajdonosként, tulajdonosít minőségben leszel annak az ingatlannak a birtokában. És nem kell kiköltöznöd, hogy én azt újra átruházzam számodra. A felek megállapodása ugyanazt a birtokpozíciót átváltja a tulajdonjog átruházásának a birtok átruházó mozzanatává.
Valójában tehát csak a felek megállapodása történik meg. De más esetben azonban tényleges átadásra van szükség. Például ez az a helyzet, amikor van egy barátom, családjával béreltek egy házrészt, egy lakást, egy háznak egy részét. Nagyon jól érezték ott magukat, született két gyönyörű gyermekük, és megvásárolták azt a lakrészt, vagy házrészt, és a birtokviszonyuk az változatlan fönnmaradt, ha jól értem, ugye? Viszont itt már tulajdonosi pozícióra váltott az eddigi bérlői pozíció. Így van, pontosan. Nem kellett kiköltözniük, visszaköltözniük, nem kellett újra átadni a kulcsot, hanem ugyanúgy használták tovább, de már tulajdonosként. A külvilág, úgy is fogalmazhatjuk, hogy a külvilággal szemben átföstöttük, átfestettük a jogviszonyt. Mert a birtokpozíció ugyanúgy maradt, a barátod, illetőleg a bentlakó a külvilággal szemben így is, eddig is védelmet élvezett, őt nem lehetett onnan kidobni, ő ott jogszerűen tartózkodott, stb. Ugye? De ezen túl ezt tulajdonosként tehette meg. Ugye, itt az az érdekes és az a lényeg, és arra kell odafigyelni egyébként minden ilyen ügyletnél, hogyha ingó dolog, vagyis nem a földhöz, az épülethez rögzített dolog, hanem bármilyen ingó dolog tulajdonjogának átruházásáról van szó, akkor annak elengedhetetlen kelléke, hogy valamilyen módon a birtok átruházása is megtörténjen. Ezt annyiban erősítette a PTK, az új PTK ennek a megközelítését, hogy korábban a birtok átadásáról beszéltünk, de így az átruházás szó, ami egy picit jobban, ez a köpönyeget belebújhat, tiéd most már, ez fogalmilag is segít, hogy a világ jobban lássa, hogy itt valójában egy másik jogügyletnekhez tartozó fundamentális változásról van szó, azzal, hogy a szerződés végrehajtásaként én a birtokot is átruházom. Tehát ingó dolog esetében elengedhetetlen feltétel, hogy megtörténjen a birtok átruházás. Ingatlan esetében egy picit annyiban összetettebb a dolog, hogy ha megkötik a szerződést, ugye ügyvéd vagy közjegyző azt elkészíti, és a földhivatalhoz benyújtja az okiratot, mert hogy ingatlanra vonatkozó szerződést csak írásban lehet kötni, erről is beszéltünk már korábban, ráadásul minősített feltételek és okirati kellékek mellett, ezért kell ügyvédhez vagy közjegyzőhöz menni, és az ügyvéd vagy közjegyző az okiratot elviszi majd a földhivatalhoz, kérve, hogy vezessék át a tulajdonjogot, és az eladó úgy kiadja az úgynevezett bejegyzési engedélyt, vagyis feljogosítja a földhivatalt, hogy az új tulajdonos nevére vezesse át a tulajdoni lapon, a kettes rovatban, hogy ki az ingatlan tulajdonosa, akkor megtörténik a tulajdonjog átruházása, és át is száll a tulajdonjog, és ez a közhitelű nyilvántartásban való átnevezés, hogy beírják az új tulajdonos, ez a tulajdonjogot részére létrehozza, az más kérdés, tehát nem kell effektív a kulcsátadás, meg lehet ezt úgy csinálni, hogy a kulcsátadás valamiért elmarad, nem lesz érvénytelen az ügylet. Magyarán az nem jelent kizáró okot vagy érvénytelítést, hogyha nem kerül birtokon belőle a tulajdonos. Nem, attól nem, ő nem, még nem. Tulajdonos. Igen, igen, igen. Hát ugye tipikusan ez a helyzet, amikor benn van egy bérlő, és nem a bérlő veszi meg, hanem valaki más. Igen. Nem kell kiköltözni a bérlőnek, és adott esetben folytatja is a bérleti jogviszonyt az új tulajdonos ugyanazzal a bérlővel. Tehát itt ugye, más a helyzet. Ebben az esetben, de ebben az esetben is a tulajdonjog bejegyzését megengedi az eladó, az földhivatal átvezeti a tulajdonjogot a vevőre, a birtokállás változatlan lesz, mert bent lakik a bérlő, ugye? És akkor a felek, és a tulajdonjogot megszerzi a vevő, és nem kell a birtok átruházása, az más kérdés, hogy a felek megállapodásában benne van, hogy a szerződés megkötése, vagy legkésőbb a tulajdonjog átvezetése sétől fogva, az új tulajdonost kell a dologgal szemben, mint jogos birtokost. A bérlő is az marad, de az új tulajdonos a helyébe lép a birtok pozícióban is a régi birtokosnak. Tehát, hogyha mondjuk el kell menni a jegyzőhöz, mert mondjuk lejárt a bérleti jogviszony ideje, és nem hajlandó a bérlő elmenni, az ingatlant nem hajlandó visszaadni, akkor ezt már nem a korábbi tulajdonos, hanem a szerződés megkötés után már az új tulajdonos teheti meg, mondván, hogy a tulajdonlapot felmutatom, meg a szerződést, ha kell, én vagyok a tulajdonos, és birtokvédelmet kérek a bérlőmmel szemben. Hát abban a rendelkezésünkre álló pár percben, ami még maradt a műsoridőből, az a kérdésem, hogy itt a főbirtokos, albirtokos fogalmi
mi rendszert tudjuk-e tisztázni, vagy ez egy több... Ez olyannyira, hogy gyakorlatilag már tisztáztuk, csak azokat a szavakat még nem mondtuk be. Ki. Uh-huh. Az, amikor arról beszéltünk, hogy tulajdonosként birtokos, az fő birtokos. Haszonélvezőként birtokos, uh-huh. bérlőként birtokos, albérlőként birtokos. Ez egy egyenes láncsor, akár az egészet így végig lehet pörgetni. Uh-huh. Akkor ebben főbirtokos mindig az, akitől származik az a birtoklási jog, és albirtokos az, aki a származtatott birtoklási pozícióba kerül. Uh-huh. Tehát mondjuk, és ráadásul ez egy viszonylagos meghatározás. Tehát mondjuk a bérlő, az főbirtokos az albérlőjével szemben, uh-huh. aki ágyrájáró is lehet, meg egy szobának a bérlője is lehet, meg lehet olyan bérleti jogviszony, aminek alapján jogosult a bérlő valaki másnak kiadni. Uh-huh. Tulajdonos elmegy Új-Zélandra, 3 évre kötnek egy bérleti jogviszonyt, fix határidő, kifizeti előre mondjuk a 7 millió forintot, onnantól kezdve 3 évig úgy hasznosítja, hogy akarja. És ő akár ezzel a, tudod, vannak ezek a 2-3 hetes idegeneknek lakáskiadások, amiket most nem tudom jól megnevezni, talán nincs is magyar elnevezése, vagy lehet ő albérlőket fogad, egyik 3 hónapig marad, másik 1 évig marad, aztán egy 1/2 évig marad, stb. Ebben a vonatkozásban albirtokos lesz az albérlő, főbirtokos a bérlő. Uh-huh. A tulajdonos is birtokos, de ő Új-Zélandon van. A haszonélvező, az, hogyha belép a képbe, akkor a bérlővel szemben főbirtokos. Köszönöm szépen. Most ért véget a műsoridőnk. Azt hiszem, hogy azért kellő mélységben megvilágítottuk ezt a fogalomrendszert, és természetes, hogy lehet még róla beszélni, fogunk is majd még róla beszélni, ennek minősített aláseteiről is fogunk beszélni, majd a birtokvédelemről, jogos önhatalomról, stb. A következő műsorban. Mára ennyi fért ebbe az adásba. Balázs, köszönöm szépen a felvilágosító. Köszönöm a lehetőséget, és szép nyarat mindenkinek addig is. Igen, én is csatlakozom az ügyvéd úrhoz, aki nyaral, nagyon jó nyaralást és pihenést kívánok neki. Nyaralás alatt is nézenek bennünket, ha pedig megérkeznek, hazaérkeznek, akkor meg még inkább, még szorgalmasabban figyeljék a műsorainkat. A viszontlátásra további szép napot kívánunk!